Kiker ez a válka? Nem, nem. Közben itt eszembe jutott, hogy én, ami ott, lehet, az zsákok, meg mit tudom én. Nem tudom én tőle leparkolni. Nem csak ez, engem ez rühel. Nem rühel. Én rühellem ezeket. Hát basszus, én, hogy mondjam, tehát mikor szemét van az utcán, tehát ez gyönyörű környék, de mikor van egy papír zsebkendő így a fűbe, vagy bármi, mi van ott az a fehér? Nincs is ott, vagy csak a kamerában van? Van ott valami fehér, az virág, vagy mi? Ah, hagyjuk. Na, várjál, tegnap volt Nagy Oroszi? Aha. Jó, meséld már ezt a kocsmás sztorit, ezzel nyitunk, aztán folytatjuk a furgonozást. Semmi, fölmentünk a Arnold a Sasi kocsmába, mert hogy nem volt már kajánk, és akkor kitalálta, semmi nem volt már nyitva, csak a kocsma. Vegyünk chipset, mert hogy azt ott lehet kapni. Meg ígyunk két Hubertust. Az finom egyébként, nagyon fincsi. De úgy mentünk fel, hogy ittunk sokat előtt. Jaj, Levente, ez nagyon nagy újdonság nekem. Útközben leigazoltattak a rendőrök. De gyalog? Nem. Ja, hát gyalog voltunk, igen. De a rendőrök nem gyalog voltak. Jó, oké. Tehát semmi, abból fakadt az egész, valószínűleg nem állítottak volna meg minket. Csak ez a hülye Arnold meglátta őket, azt én nem vettem észre, azt mondja nekem Arnold, gyere, fussunk! Beugrott a bokorba. Én meg mentem utána, mondom, mi van? Azt fut a villany, ízé, a telefonfülkébe, bement. Na most mit csinálunk itt, felhívunk valakit? Nem, csak elbújtunk a rendőröket, mondom, de hülye vagy valami. Figyelj már, vágj, bocs, de ne szakítsál már félre! Közbevetés, ugyanezt megcsináltam Böcével a 90-es években a Moszkva téren. Megláttunk két gyalogos rendőrt, kukarészegek voltunk, érted? Tehát az egész ilyet arra szántuk, hogy bulizni fogunk, meg piázni fogunk, és mit csinál? Megláttuk a két gyalogos rendőrt, mondom, Böce, fussunk el. És akkor volt egy ilyen kurva nagy ilyen elosztó villanyóra, ilyen szürke villanyóra akármi. Úgy a... Isten, mondd már ki! Az utcán ilyen szürke valami faszonság, ilyen elektromos szekrény, és bebújtunk mögé, és kikukucskáltunk folyamatosan, amikor futottak utána a rendőrök, és így menet közben így ránk néztek, megálltak, elröhögték magukat, és nem jöttek oda. Rájöttek, hogy átbaszás, tehát van ilyen is. Na jó, oké, te jössz. Már mindegy. Mi volt a kocsmába? Semmi. Még az előző sztorit sem fejeztem, mert állandóan félbeszakít a szkumára. Oké, nem foglak, nem foglak. Oké, megígérem neked, nem foglak. Állandóan van valami hülye sztorit, amit neked is el kell mondanom. Mondd el egy külön videóba, akkor ne kérdeznek engem. Jó. Ez így annyira gáz, nem lehet elmondani semmit. Gyakorlatilag. Egy sztorit nem lehet végigmondani. Mindent öntsél a fülembe, most. Na, nincs kedvem, annyira nincs kedvem. Az összes el. Akkor menjünk. Vagy ígyunk. Jó. Én például iszok egy korty, mi ez, amit hoztál. Köszönöm egyébként a kedvességedet. Azaz. Túl jó vagy hozzám. Az édesapádhoz. Ja, kimentünk a telefonfülkéből, a rendőrök meg megálltak mellettünk. És akkor mondták, hogy jó estét, igazoltatás. Arnold elővette a személyét két darabban. Hát mivel meg belekötöttek ugye a kinézetébe. Mondja, na, ennek aztán mi a baj a szemeddel, azt mondja. Ennek aztán mennyi értelme? Nem, csak kérdezgették, aztán mondta Arnold, hogy ez ilyen gótikus, ilyen halálhívő, sátánista, tököm tudja micsoda. És akkor én, hát az én személyimet nézték meg csak, a másikat azt kérdezték, hogy, vagy kérdezte Arnold, hogy jó így? Azt mondják, jó, meg sem nézték semmit. Ezt nekem meg odaadtam, mondom, stimmel, stimmel. A sofőrrendőr bánki volt, föl is ismert. Na mindegy. Ja, meg mondtam, hogy kérdezték, hogy ő mit csinál, dolgozik, vagy ilyesmi. Aztán kérdeznek engem, hát én mondom, sofőr vagyok, csak nem most. Sörre lett a kezembe. Aztán, ja igen, a végén mondta, meg akartam köszönni, vagy nem tudom. Aztán így az lett, hogy az jött ki, hogy köszönjük szépen az igazoltatást. Ezt mondtam nekik. Nem mondták, hogy szolgálunk és védünk. Köszönjük szépen az igazoltatást. Nem akartam bunkó lenni, ez jött össze. Aztán utána fölmentünk a Sasi kocsmába. Ahogy a lábamat betettem, valaki felismert. A YouTube-ról. És nem tetszett neki az arcom, azt mondta, hogy meg fognak agyalni. Hogy vegyek vissza az arcomból, mert
Itt regula lesz. De nem is így történt, pontosan úgy történt, hogy ugye beléptem, és akkor mondta, hogy valamit hallottam, hogy itt van a gyerek, aki, a többit nem értettem. Mindegy, elengedtem, mentünk a pulthoz, elmentem WC-re, megittuk a Hubertus, meg kikértük a chipset. Ja, amikor kértük a két Hubertus, szegény pultos néni nézett ránk, azt mondja, ugye nem fogtuk hányni. Nem, már úgy nézhetek ki? Nem, dehogy is, csak gyakori. Gyakori. Jó új. Hogy ezek segrészekre isszák ott magukat, aztán szét... Vagy a Hubertus után hánynak. Hát ott gyakran van verekedés is. Aha. Ilyenek ezek a kocsmák. Na mindegy. Kutya. Ah, szomszédik. Na szóval... Ja, igen. Megittuk a Hubertust. És akkor mikor megyünk ki, akkor... Akkor mondta, hogy izé meg fognak agyalni. Mondom, jó. Ennyi. És ott hagytam. Ezt azért, azt azért, hogy mondjam, tehát most csak egy közbevetés, utána nem szólok bele, csak egy kérdést fogok majd feltenni. A közbevetés az, hogy manapság már azért mindenkinek tisztába kéne lennie azzal, hogy egy verekedés kiprovokálása, illetve egy testi erőszak minimum ilyen BTK 2 év. Tehát ilyen 2 év börtönbüntetés, akár felfüggő, akármi. Érted? Tehát, hogyha ő így oda megy hozzád, és ez az önkényesség, stb. Tehát majd ő igazságot fog osztani, mert de miért nem például ő vesz vissza az arcából, hisz neki nagy az arca, nem neked. Tehát nem szerintem te... életében először látod, tudod, hogy valaki azt mondta, hogy jó, rendben. És oda hagytam. De egyébként én attól sem tartok, hogyha téged valaki így, tehát az önvédelmed, a helyén lenne. Erre akartam utalni. Sose volt szükség, én sose verekedtem. Soha nem de verekedtem. Én is meg tudtam oldani mindig verekedés nélkül, azért, mert a testi fölénye, meg a testi magasságom pontosan akkora, hogy akármennyit ivott, abban a pillanatban, amikor föláll és látja, hogy miről van szó, bár, hogy mondjam, én sosem szoktam verekedni. Én nem tudnék verekedni, úgy értem, hogy engem megvernének simán. De ha védelem, önvédelemről van szó? De elkerülöm azt a helyzetet, mert most is ennyiből tartott, hogy jó, rendben. De hát ezzel én is így vagyok. Nem kerültem soha életemben olyan helyzetben, hogy meg kell, hogy védjem magam, mert mindig, pedig a szabolcsi kocsmákba a Böcével megfordultunk, ott ilyen 20 fős cigány hadsereg támadott ránk, és ott megbeszéltem velük, hogy gyerekek, ennek semmi értelme. És hallgattak rám, meg ráadásul ugye a falubeliek, akiknél vendégeskedtünk, oda jöttek és megkérdezték, hogy végülis mi a faszt akartok ezektől az emberektől, akik a mi vendégeink, meg mit. Tehát mindig jó vége lett. Tehát azért. Na, menjünk tovább, mert valójában ennyi történt, nagyon rossz hiba, furgonozásról van szó, úgyhogy az utóbbi időben jártál... Nem baj, azért azt hozzáteszem, hogy innentől az még nagyobb arcom lesz. Csap bel az ortömlőd, Amerika. Szóval az utóbbi időben jártál Olaszországba, Németországba. Én voltam Leventino. Igen, Leventino. meg ungott Berket. Valami, ja, azt mindenféleképpen, a Csecsajt meséld el, aki el akarta magát vitetni Prágába, ezt csak hallottam. Anyától hallottam. Ja, hát ez már régi. Nem tudom, mikor voltam. Hát nekem új, hát én tegnap hallottam talán. Ja, anya jött ezzel a poénnal, hogy... For free gombóc. Sütött egyszer, vagy ezért csinált túrógombócot. Aztán mondta, hogy van for free gombóc, aztán én meg mondtam a nőnek, hogy van for free sét a Prágába. De nem azt mondtad, hogy no driving, and just no sleeping. No driving, sleeping, for free sét a Prága. De a for free sét az 4 szabad séta? Nem. Nem tudom, mi az a for free. Csak mondtam. Várjál, van, two, three, ingyen séta. Four. Ingyen séta, for free, ingyen. Aha. Vagy valami ilyesmi, jó. Mit tudom én, de jó az illatosító, ingyen volt. Igen? Hozzád dobták valamit? Van egy jó kút Szlovákiában, én ugye mindig teletankolok, mindig kapok valamit. Egyszer alkoholmentes sört kaptam, utána kaptam egy csomag zsebkendőt, utána energiaitalt kaptam, most meg kaptam ezt úgy, hogy oda kell járni mindig tankolni, mert ott szeretik az embert. Pláne engem. Meg, ilyen csak nagy arcú. Az ilyen, tehát ott nem azzal fenyegetnek, hogy vegyél vissza az arcodból, mert különben regula lesz, regula. Regula. Ú, bazd meg, micsoda sötét bavarak. De egyébként,
Nem is akarok róla beszélni, de egy picit visszatérve, a saját életével van problémája. Mert ha a saját életével rendben lenne, békében lenne... Akkor nem ott a kocsmába ülne. Egyrészt, meg nem, érted, meglátna egy másikat, és nem az lenne az első dolog, hogy regula, érted, emberkedni, ott izomkodni. Meg ráadásul elfelejti, hogy ő is meg fog halni egyszer. Tehát így faszul eltemedik, és ráadásul idősebb volt nálam, úgyhogy előbb fog megdögleni. Hát ennyi. Arra nincs garancia, egyébként sosincs. Tehát a születésre persze, van. Persze, garancia nincsen rá, az esély van meg rá. Igen, esély az van. Igen. Garancia. Esélyed van előbb megdögleni. Én inkább belekortyulok ebbe a finom italba. Én csak akkor iszok, hogyha már végeztünk a filmen, ma akkor jó. Jól esni. Jó. Most így nem esik jól. Meg nem is néz ki jól, hogy így a kormány... Igen? Tegnap, ha föltettem ide a függönyt, annyira jó volt, hogy az egész tér privát volt. Nem volt, hogy ide lejössz, és akkor itt lát mindenki. Elmondok egy nagyon rövid történet a furgonosok kedvéért. Bocsánat, te úgy mondod, hogy teherautózás. De ugye beszoktam linkelni a furgonosoknak a filmet. És ugye valaki más belinkelt egy rövid történetet, hogy fölvett egy emberkét, aki fizetett neki, hogy vigye el, legyen szíves Angliába. És angliai határon az angol rendőrök lekapcsolták, mert fegyvercsempészet, meg valami mást is. Úgyhogy szépen hűvösre is pakolták. Tehát innentől kezdve, ugye meg is beszélt. Te mondtad, hogy te nem veszel fel soha senkit. De nem is látok soha senkit, aki fel akarná vetetni magát. Ez az egy nő volt. De látod, hogy valaki csak elköveti ilyen hibákat, hogy fölvesz utast. Nem, én nem szeret, hát pláne ezzel az autóval nem. Még a DPD-s autóval, mikor megkaptam és elhozhattam haza, akkor volt, hogy valami cigány srácot megláttam a sétálni az útszélén bánk felé. Aztán meg is álltam azonnal. Ne sétáljon, és akkor mondta, hogy mondtam neki, bánkig el tudom vinni. Aztán mondja, hogy neki Romhányba kéne mennie, hogy nem vinném el. Mondom, nem az enyém az autó, ez sajnos céges, úgyhogy nincs vele rohangászás jobbra-balra, kivéve, ha ezért, akkor van. Fizetett ezért 1200-t hazavittem őt szépen, jó kis DPD-s taxival, egye ki a rákaszt is. Na. Tehát voltál, amióta, várjál, az utolsó film, amikor... Az egyébként nem szidom a DPD-t agyba főbe, magát a céget, mert jó volt. Én szerettem ott dolgozni. A munka jó volt, csak nem fizettek egy vasat se. Munka adó volt inkorrekt. Hát mivel nem fizetett, ilyen egyszerű. Tehát... Nem akarok se alpárdi, se izé lenni. Levente, bármit. Tehát az ilyen munkadó. Akkor a kurva anyádat! Ja, az ilyen munkadóval szemben bármit. Tehát nyugodtan, amit a szíved diktál. Nem szabad finomkodni. Arra nem hallgathatok sajnos. Ja, nem szabad finomkodni. Az én szívem az nagyon sötét. Na, menjünk már tovább. Az utolsó film, ami készült, azóta nem is tudom, rengeteg helyen jártál, mert mindig úton voltál, és elszalasztottuk a filmeket, de volt biztos egy csomó kellemes, meg kellemetlen élményed. Például rendeződött már a szarás, vagy valami. Tehát, hogy... Hozzászokott a szervezetem. Tehát, hogy nem szarsz. Uh-huh. Múltkor találtam egy ilyen hirdetőtáblát, úgy olyan gyönyörűen el lehetett. Ön itt szart. Olyan gyönyörűen el lehetett, mert egyébként most már rászoktam arra, ha húgyozni kell, bármit kell. Itt ez a hatalmas autó, keresel valami kerítés szélet vagy bokrot, odaállsz mellé, semmit nem látnak belőled. Ott szarsz, hánysz, húgyozol, ott dögölhetsz, már érzed, bármit csinálhatsz. Na, ezt vártam. Úgyhogy nincs. Azért nincs mit ezen szépíteni, mert minden furgonos, aki Európát járja, akármelyik országból indul el. Szétszarják az egész pályát, szélét, persze, minden. Persze. Tiszta kula minden. De azt hiszed, hogy ez vicces, de nem az. Hát és rá vannak kényszerűen... Akkor most írjak rajta! Hát ne viccelj, mert amikor mi jártunk Szlovákiába az autópályán, mész 3-400 kilométert az autópályán, és nincs hol megállni néha, érted? És hogyha valakire rájön a valami, de, le kell húzódni. Direkt figyelem országonként, hogy hogyan adtak a pihenő kiépítésére. Anglia nagyon szar ilyen szempontból, mert Anglia az összes benzinkutat, pihenőt, Bahnhof, Autóhof, Lótúró... Az német. Tudom, leszarom. Azokat kitette a pályán kívülre, le kell menned a pályáról valami falu felé, és ott vannak. De pihenő nincs az autópályán, mert tehát nem tudsz így lemenni egy olyan kútra, amit csak így behajtasz, aztán kihajtasz. Hanem le kell menni körforgalom, agyba, főbe, tehát mire visszajutsz, addigra megőszülsz.
Akkor az osztrákoknál nagyon-nagyon jó, azt nagyon szeretem. Van az a, nem tudom, hogy kell kihelyteni, úgy van leírva, hogy asfinag. Ők foglalkoznak, az az autópálya mérnökség az osztrákoknál. Ők ellenőrzik az utakat, javítják az utakat. Meg vannak külön olyan pihenőhelyek, ahol ingyenes a WC, automata, wifi, pihenő, ilyen kiülős lótúró, nincsen benzinkút, de ez egy ilyen kis létesítmény, és ezek a dolgok találhatóak meg rajta ingyen. És ez sűrűn van. Tehát ez olyan pár kilométerenként ki van építve. Max ilyen 5-10, vagy nem tudom. Olaszoknál? Olaszoknál nagyon-nagyon sok a kicsi félreálló, ott nincsenek pihenők. De nem angol WC van, hanem ilyen googolós. Igen. Igen. Használtad? Egyszer, az Ivecónál. Én mikor életemben először jártam Olaszországban, Velencébe kezdtem, ugye 2 hónapot voltam kint, leszálltam a buszról, rohantam a WC-re, ugye fizetni kellett, beszaladtam a WC-re, néztem most mit kell itt csinálni. Én akkor láttam először ilyet. Én is. De rájöttem, de ez legalább higiénikus. Hiába undorító, sokkal higiénikusabb, mert nem érintkezel, úgymond a WC ülkével, mint az angol WC-nél. Jaj, jön Gyulabá. Igen. Figyelj ide. Hatósági... De most nagyon meg lesz regulázva az autónk. Igen. Múltkor kiálltam ide az útra, ugye kereket cserélni. Ne komolyázd őt. De ahogy, hát figyelj, Gyulabá nagyon jó fej, hát a dolgát végzi. Igazad van. Hát figyelj, ő polgárőrség és vigyáz a nyaraló tulajdonosnak az ingatlanaira. De én már meséltem neki, hogy mi ez az autó, de szerintem nem tudja. Tudod, hát, attól tartok, hogy meglát bennünket, és meg fog állni. Na mindegy, rátfordítom a kamerát, mert hogyha rá van fordítva, akkor biztos, hogy meg fog állni, és egyrészt nem szeretném megszakítani most az adást, mármint a Gyula bácsi, menjél tovább, légy szíves, és végez a dolgot. Megy tovább, nézd oda. Basszus, észre se vett bennünket. És nem nézte meg, hogy itt ülünk. Na mindegy, jó, ennyi. Ezt egy másik részben. Másik részben, mert Gyula bácsi nagyon jó fej, hát. Szerepelt is már a videókban. Na, igen? Tehát ott tartunk, hogy Olaszország ilyen szaró valami. Világítás? Hát kevés a fény. Izé van. Szerintem teljesen fönt korrekt van a zseblámpán. Ne, teljesen korrekt, még nincs nálad a kulcs, mi? Mi? Hát, hogy legyen világítás. Ez nem az volt. Te csinálj még egy kicsit, egy picit. Annyira jó. Nincs sárga villogom. Nincs ez sárga villog, ez nem az volt. De nincs is benne a filmben, úgyhogy nem tudják bebizonyítani, hogy egy az. Úgyhogy nyugodtan mehet. Persze, hogy nem az. Ez nem az, ez nem az. Ez nem sárga. Ez valami. Ami ting. Nem az. Ting. Jó. Ting. Na, something. Visszatérve. Ez meg nem zene volt. És nem az a zene. Nem az a zene, így van. Something. Ting. Szám zene. Szóval. Basszus, már egész nap angolul beszéltünk. Bazd meg, én meg éjszaka angolul üvöltöztem egy nővel, álmomban. És folyamatosan, az fuck are you here? Érted? Meg követni akart és össze akart jönni velem, és basszus, beugrottam egy meleg... Nem akarom elmesélni. Nekem meg valami... Melegvizes medencébe ugrottam el. Egy angol férfi mesélt nekem álmomban, hogy egy ilyen politikai rendezvényen mi volt neki, ami nem tetszett. Miért van az, hogy angolul álmodok? Miért van az, hogy egyre többet beszélek angolul álmomban? Nem érdekel, nem tudom. Nem tudom, én sem. Hogy nem tudom, nem azt, hogy nem érdekel. Végülis túl őszinte voltam, na mindegy. Visszatérve a pihenőkre. Igen. Az olaszoknál kevesebb a benzinkút. Ki van írva, hogy hány kilométerenként van benzinkút? Ugye minden kútnál van egy tábla, hogy hány kilométerre található a következő. Be is szoptam egyébként, mert megbeszéltük a főnökömmel, hogy kicentizem, ami benne van a tankban, és akkor az osztrákoknál igyekszem tankolni inkább, mert ott nagyon olcsó az üzemanyag, az olaszoknál meg másfél euró. És akkor... Hát kicentiztem, én is úgy terveztem, tehát ez nem a főnök hibája. Ja, és az utolsó útnál, ahol meg akartam állni tankolni, nem üzemelt semmi. Semmi az ég világon. És már égett a sárga lámpa, de hál' Istennek 850 kilométerre elég az a teljes tank üzemanyag.
Úgyhogy hiába égett, azért még bőven volt benne. És akkor lementem. What the fuck is wrong with you? Mit szeretnél? Tényleg hív valaki? Remélem nem kell kikapcsolnom a hívás miatt. Mondd már neki, hogy visszahívod? Nem, nem lehet. Haló? Ó, basszus, kikapcsoljam? Aha. Be tudok szaladni, ha úgy van. Jó, persze, hogy ne lenni. Belebeszélek ide a kamerába, hogy ne lehessen hallani, miről van szó, meg bele is kortyolok. Zvolenszky Zoltán. Mi? Én vagyok, nem te. Persze, hogyne. Aha, jó. Jó, akkor beszaladok a pénzzel. Jó, rendben van, oké. Én köszönöm. Nekem mi közöm van ehhez a tábor? Semmi. A tábor? Igen, csak annyi, hogy számla nincs nála, és elpostáznál, és a te nevedet adtam meg, hogy... Jó. És mit bajod? Semmi. Menjünk tovább, gyere. Be kell menni a pénzzel. Jó, van, figyelj, egy pár perc még, jó? Gyere vissza, aztán mehetsz a dolgodra. Jó? Gyere, ülj már vissza. Tényleg, hát egy pár perc kibírod, hát figyelj, én mivel tartottam a nézőt. De van nálam pénz is, lehet, hogy megfogjuk magunkat, azt megyünk is. Én nem akarok menni sehova most. Ó, hogy rák egy ilyen, meg új Skodával megyek. Akkor meg ennyi. Na, folytatva, visszatérve pihenőkről. Nem csak az, hanem hogy mennyi helyen jártál azóta, mióta... Tudod, hogy mi volt az utolsó film? Igen, tudom. Na? Akkor itt ültem, már csak fordítva. A másik biztos irányban. Nem az a téves hívás hegyekben? Nem, az februárban nem. Volt, az februárban volt. Jó, azóta jártál Németországba, Olaszországba is jártál. Cseheknél. Igen. Vagy az előtte, nem tudom mikor. Már neked is összefolyik, egyébként kezd rutinná válni. Nem számolom, hogy hány fuvarom volt eddig. Kezd rutinná válni neked egyébként, ez abból is látszik, hogy anya már... Beszéltük az egyik magyar sofőrrel kint az olaszoknál, hogy ez egyébként elég búza munka. Tehát ehhez nem kell sok mindenhez értened. Nem a faszt. Dehogy kell, nem, tényleg nem kell. Egy rendezvényezés sokkal összetettebb, sokkal több hát mindenre kell figyelned, sokkal több mindent kell tudnod, értened. De most itt mész, vezetsz, vigyázni kell mindenre, ne tarts buta munkának. Komolyan mondom neked, hogy ne tarts buta munkának, mert, hát de most mit mondjak, mert bármikor megvághatnak sok száz euróra, tehát nem buta munka, mert nagyon nagy felelősséggel jár. Előre. Igen, de nagyon nagy felelősséggel jár. Felelősség, persze, A-ból B-be eljutatni. De akkor sem olyan nehéz, mint a rendezvényezés volt. Hát szerintem most éppen könnyedén veszed egy kicsikét. Nem. Egyrészt maga a közlekedés... A faszomat már! Hát nem. Ha egyszer mondom! Figyelj már! Egyrészt maga a közlekedés nem egyszerű, ugyanis a furgonos csoportban ott van nem egyszer, hogy ugye egyrészt meghalt a furgonos, mert utolérő... Én nekem mennem kell. Jó, akkor is befejezzük a filmet, jó? Az meg nem hiszem el. Miért van mindig az, hogy bekapcsolom a kamerát, és valaki jön, a múltkor is az erdőn kint vagyok. Jó van, nem érdekel rá. Na jó. Fejezzük már be a filmet normálisan. Fejezzük be, csak zárd már, de mert sietnem kell. Jó, nem buta munka. Jó, nem az. Hát persze, hogy nem az. Vége. Ami itt van bent hátul, azt mindig el kell juttatnod A-ból B-be hibátlanul. Igen, itt a múltkor volt. Beütött, hogy hova kell menni, aha, mész. És ennyi. A múltkor, mikor szétborult az áru? Azt meg rendesen le kell kötni, meg tudni kell, hogy hogyan kell pakolni. De most az bizénél rendezvényezésnél, mikor van 85 ezer táblaasztal, fogas, tükör, Isten tudja mi, rendezd be úgy, azt nem ennyi ideig pakolod, mint ezeket hát a raklapokat, hanem szó. Pakolod körülbelül 3 órán keresztül, vagy 4. Tudod mi a legszebb? Amíg végzel, amikor sátrakat hogyan köst ki. Amikor szeded neked össze... Nem mondd meg, hogy melyik a nehezebb, ha egyszer tudom. Én dolgoztam, meg én dolgozom. De akkor sem, ez nem buta munka. A kurva életre. Na végre! Ja, gyerekek, ez ennyi volt szerintem. Mert az történik, hogy dolga van, már idegesíti, a fejében ott van a gondolat, hogy mennie kell, és már ilyenkor leszarja az egészet. Visszajössz? Vagy azt sem tudom, melyik oldalon van, meg hol... Ja, már beült a Skodába. Ja.
Mindig ez történik, basszus. A múltkor meg ő volt, hogy az erdőn jött, voltam kint fát kitermelni, aztán ugye pont elindítottam a kamerát, és a végébe belenyomta, hogy megérkezett a teherautóval, és le kellett állítani a filmet. Mindig ez van, basszus, hogy valaki beleoffol. Na mindegy, valahogy ki kell csalnom őt majd valahova. Pedig most becsaltam ide a teherautóba, vagy mi ez, furgonba. Faszomat. Awesome.